A városban lakók jelezték az önkormányzatnak és a hagymaháznak, hogy szívesen vennének részt régi idők hangulatát idéző rendezvényen. Így született meg a Retro Hétvége ötlete, melyet július 31-én és augusztus 1-én tartanak meg. A rendezvény központja a régi városháza udvara és a Makovec tér lesz, mely a Jaffa kert fantázia nevet kapta. Az első nap 16 órakor veterán jármű találkozóval kezdődik, majd hobbi gyűjtemény kiállítást nyitnak meg, melyre várják a felajánlásokat. A hónap 25-éig lehet hozni a hagymaházba, de igazából, hogyha telefonon felhívnak bennünket, vagy e-mailt írnak a megadott elérhetőségeken, mi felhívjuk őket, kimegyünk helyszínre, tehát meg tudunk pontosan beszélni mindent, hogy miként, hogy kerülhet fel éppen a kiállításra az anyag. A retro gyűjteménybe a képeslap gyűjtemény, a matrica, a szalvéta, a gyufás doboz, van, aki az értékesebb rádiókat, televíziókat gyűjti. Mindent, amit annak idején úgy gondoltunk, hogy értékes és gyűjtemény. Most már retro gyűjteményként tartunk számon. 17:30 a Csini Baba című magyar filmet vetítik le, 16 órától az Iris Táncklub tart tánciskolát, majd 8 órakor a Makovec téren ad koncertet Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar. Szombaton 10 órától bakelit bőrze és Rubik kocka kirakó verseny kezdődik. 4 órakor két fodrász érkezik, aki a hölgyeknek ingyen csinál kontyot vagy tupírozott hajat. Ezután jön a divat bemutató, a kollégáim szervezésével jelentkeztek lányok, asszonyok. Úgy néz ki, hogy a ruhatár is már megvan, tehát alkalomhoz illően tudnak majd a lányok felöltözni, és akkor itt kerül sor egy divat bemutatóra. Este 7 órakor pedig Majdnem szerelem volt, ez egy régi táncdalfesztiválon nyert dalnak volt a címe. Itt Mágori Edit és Janicek Roland fog énekelni, mindkettő makói, Editet ismerjük az MGM-ből, Rolandot pedig már többször fellépett makói rendezvényeken. És este 8 órakor pedig Ambrus Ferenc vezetésével kezdődik a Retro utcabál. A helyszínen újra lehet majd hallani az Ice Rádió egykori műsorát, az Újraindul a Bakelitet, ahol két napig híreket és zenéket szolgáltatnak az udvarban. Ezen kívül folyamatosan üzemel majd a Fröccs Kuckó és a Laci konyha.